Amikor utoljára találkoztunk egy ilyen portré kapcsán, akkor még Szekszárdon találkoztunk, és tudom, hogy önnek Szekszárda a szíve csücske. Hogyan kezdődött egyáltalán a papi pályafutása? Mi késztette arra, hogy ezt a hivatást válassza? Hát ugye ezt már talán régebben is elmondtam, hogy gyerekkoromban, hát én Drávasztárán születtem. Volt egy újmisés pap akkor, amikor én kicsi gyerek voltam, és én hát ő ránéztem úgy fel, mint egy kis bálványra, és hát először a külsőség fogott meg, a szép reverendája. És akkor, ha valaki kérdezte tőlem, mi szeretnék lenni, akkor azt mondtam, hogy pap. Aztán később, amikor ez komolyra fordult, 8. ugyanez a pap kérdezte tőlem, hogy nem szeretnék-e menni Győrbe a vencésekhez. És életem legnehezebb 2 hete volt az, amikor ami időt adott arra, hogy választ adjak, mert a szüleim azt mondták, hogy én döntök, nekem pedig az volt a nehéz, hogy 400 kilométerre elmenni a szülőfalunktól, a családtól, úgyhogy tudtam, hogy csak 4-szer lehet hazajönni egy évbe. Tehát ez a legnehezebb gyötrelem volt kimondani ezt az igent. Igazából a Bencéseknél ott 3. mondta az egyik lelki gyakorlatos atya, hogy a papi hivatáshoz 3 dolog kell, Isten akarja, én akarjam, és a hívek akarják. Hát az Isten akaratát kellett keresnem, mert a másik 2 az úgy éreztem, hogy megvan. És az Isten akarata egy szomorú eseményen keresztül konkretizálódott, mert akit pont meg akartam volna kérdezni, hogy ő mit javasol a plébánosom, meghalt. És így pont ezekben az időkben, így március 20-a körül volt a temetése, és ott akkor a temetésén a búcsúztató pap az ő életét egy labdához hasonlít. Mondta, ez a labda sokat pattogott az Istenért, de most kilukadt, és akkor éreztem belül, hogy légy helyette az én labdám, és gyakorlatban meg akkor éreztem, amikor hazamentem Drávasztárára, nagy csütörtök, nagy pénteken nem volt pap, úgyhogy 4. gimnazistaként a kántor bácsival mi tartottuk a liturgiát, tehát az volt a gyakorlati oldala, hogy hát az Istennek és a híveknek is szükség van a szolgálatomra. Mikor volt a pappá szentelése, illetve hogy került Szekszárdra? Hát az 1991-ben volt a pap szentelés, hát pont 30 éve. A II. János Pál pápa látogatása volt akkor, az első látogatása Magyarországon, úgyhogy az első sorban ott lehetünk az esztergomi misén. És akkor utána Pakson kezdtem, ott voltam 2 évet, meg Szekszárdon voltam 1 évet káplán, majd Felső-Szentmártonba kerültem. Ugye ott 6 horvát falu tartozott hozzám, ugye én magam is horvát vagyok a 7. Drávasztárában, és hát onnan 9 év után, 37 évesen, nagyon nagy fájó szívvel mentem el Felső-Szentmártonból, mert ott is nagyon szerettem lenni, mert ott igazából nem csak a hitet, hanem az emberekben az identitást, a horvát nyelv megőrzését, szeretetét kellett elmélyítenem. És amikor hát jött a felhívás a Májer püspök úr részéről, hogy Szekszárd, tehát először próbáltam ellenkezni, de aztán emlékezett arra a mondatra, amit én idéztem korábban, amit lelkivezetőmtől, Takács püspök úrtól hallottam, mi kispapom, hogy a Jóisten oda küldi a kegyelmet, ahol Jóisten helyezik. Így kerültem Szekszárdra, és Szekszárdon hát nagyon őszintén mondtam az első misén, hogy az én szívem most Felső-Szentmárton és Szekszárd között van, úgyhogy tegyenek róla, hogy minél érkezzek, és talán 1-2 hónap telt el, és akkor az egyházközi újságunkba, a családunkba le tudtam írni azt, hogy újra itthon vagyok. Nagyon sokat foglalkozott ott is gyerekekkel is, fiatalokkal is, közösség, építő, plébánosnak ismerték meg, hogyha jól tudom. Milyen volt azt a közösséget, amit ott felépített Szekszárdon, mert ha jól tudom, több mint 10 volt ott, azt otthagyni és átjönni. 14 évet voltam ott, hála Istennek egy olyan plébániát örököltem, a volt plébánosom Farkas Béla volt a plébános, aki szintén ilyen útkereső plébánosnak lehetne titulálni, mert beengedte az embereket a plébániára, tehát sok közösséget találtam, és még 1-2 közösség lett is közben, a Szent Monika közösség, illetve az ifjú házasoknak a közössége. Hát ott is volt katolikus óvodánk, katolikus iskolánk. Igazából nagyon közel kerültem a házas hétvégéhez, mert én a 25 év vagyok házas hétvégés, 20 évet tartok házas hétvégéket, és nehéz volt otthagyni azokat az embereket, akik úgy ragaszkodtak hozzám.
igazából hát ott is kaptam én mindenféle kitüntetést már Szekszárdon, úgyhogy ezért nem is gondoltam én semmiféle újabb kitüntetésre. És hát amikor jött a hír, hogy április 1-jével 17-ben jönnöm kell Mohácsra, hát az majdnem áprilisi tréfának gondoltam, de nem volt az, és a hívek számára se volt az. Nagyon elbevágott mindenkit, hiszen nem szoktak évközben így helyezni papot, de akkor szükséges volt, hogy Mohácson hát plébános is legyen, mert hát betöltetlen volt már egy hónapja. És hát így én, mivel előtte püspök úrnak én igent mondtam, hogy 14 év után akkor el kell menni valahova. Emlékszem, érsek atya mondta, hogy hova helyezhetnélek nagyobb helyre, hát Pécsre. Én meg, bocsánat a pécsiektől, de azt mondtam, hogy nem szeretnék Pécsre menni. Nekem azért a kisebb közösség mindig jobban a szívemhez nőtt, és így kerültem ide Mohácsra. Itt meg az volt a nagyon jó, hogy amikor ide költöztem, előtte való nap volt, mielőtt elbúcsúztam volna onnan. És itt olyan nagy szeretettel fogadtak, nagyon sokan jöttek segíteni, úgyhogy estére már a szőnyeg is lent volt a nappaliban, tehát annyira éreztem a szeretetet, hogy így aztán könnyebb volt eljönni, illetve elbúcsúzni a szekszárdiaktól, de hát nem volt könnyű. Az itt eltöltött eddigi 4 évet hogyan tudná összefoglalni, megfogalmazni? Igazából itt a jó Isten kegyelme tényleg elkísért, én azt érzem, mert amikor ide kerültem, akkor azzal jöttek, hogy nincsen közösségi terem, nincsen közösségi ház a plébánián. Ez még nagyon fontos, hiszen közösségi terem, közösségi ház nélkül nem tudnak a közösségek összejönni. A másik pedig, hogy nincsen Caritas ház, a Caritas csoport van, de nincs megfelelő helyük. És mint a kettőre nem én kerestem a lehetőséget, rábíztam a Jóistenre, és a Caritas házra jött egy lehetőség, Kispál Magda, aki Kaliforniában él, de mohácsi, a Szekó József, Ermicek József polgármesterhez bement, és az ő közvetítésével megkaptunk egy ilyen nagy pince klubhelyiséget, és azt felújítottuk, és az a Caritas házunk azóta. A másik pedig itt a fogadalmi templom mögötti utcába a Kolpingnak volt egy épülete, egy iskolája, és ők ezt már évek óta nem használták, és először felajánlották, hogy béreljük, de aztán az egyházmegyével karöltve meg tudtuk venni, és most itt nagyon jó helyen van a közösségi ház, ahol a gyerekek készülnek első áldozásra, bérmálásra, illetve a felnőtt közösségek is itt tudnak összejönni normál helyzetben. Természetesen most a pandémia miatt ez nem lehetséges. A legutóbbi beszélgetésünkkor megmaradt bennem egy mondat, hogy irgalommal szeretve szolgálni. Ez mit jelent ön szerint? Hát ez a két jelmondatomnak az összegyúrása. Ugye a újmises jelmondatom az, amit Jára Lubiktól kaptam, hogy úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál, és rá 25 évre pedig az irgalmasság éve volt, hát nem kellett sokat gondolkodnom, hogy legyetek irgalmasok, mint az atya, az volt a motto, és ezt a kettőt összegyúrva gondoltam arra, hogy hát igazából, ahogy akkor fogalmaztam, hogy most már a B oldal megy, hiszen a 25 év lett, tehát most már a 30, és ezen a B oldalon azt vettem észre, hogy kicsit úgy még nyugodtabb. Tehát nem vagyok már olyan vehemens, mint fiatalabb papkoromban, amikor azt gondoltam, hogy nekem kell megváltani a világot. Jézus megváltotta a világot, nekem csak ezzel a lelkülettel, irgalommal szeretve kell szolgálni, és ezt mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy a szolgálat és a szolgáltatás, meg a kiszolgálás között óriási különbség van, mindig ehhez alázat kell, a másikhoz valamilyen érdek fűz. Milyen konkrét céljai vannak most az elkövetkezendő időszakban? Vannak-e most nagy munkálatok itt Mohácson? Hát hál' Istennek a építkezés befejeződött itt a fogadalmi templomba. Most készülünk a 2026-ra, tehát a 500 éves évfordulóra, Mohács 500 keretén belül. Hát úgy tudom, hogy akkor lesz valami pályázati lehetőség arra, hogy a többi templomainkat, főleg a belvárosi templom 250 vagy 260 éves, azt kell majd felújítanunk, de leginkább én már a pandémia végét várom, és igazából a közösségek életét kell újra jobban beindítani, mert sajnos hajlamos az ember arra, hogy ellustul, tehát hogy a pápa szavaival éljek, ne legyünk kanapé keresztények. Nálunk most ebben az időszakban nincsenek online misék, mivel én hívom az embereket itt a nagy tudunk
törekedni, hogy meg tudjuk tartani a távolságot, hogy a személyes Szentmisén való részvétel mindig többet jelent, mint ahogy tapasztaltuk az egy évvel ezelőtti nagybőjt meg húsvét hívek nélkül. Nekünk is nagyon-nagyon rossz volt, meg a hívek számára is, főleg nem tudtak szentáltozáshoz járulni. Hát ez a fő feladat, hogy a házas csoportokat, meg a többi csoportot is segíteni abba, hogy hát újra rátaláljanak arra, hogy együtt, közösségben sokkal jobb lenni, mint külön és egyedül. Köszönöm szépen a beszélgetést, még egyszer gratulálunk a kitüntetéshez, és még legalább 30 évet kívánunk. Köszönöm szépen, adja Isten, úgy legyen. Köszönjük szépen Bacsmai atyának, hogy itt lehettünk, és én is azt kívánom, hogy mielőbb érjen véget a pandémia, és minél nagyobb közösségek épüljenek szerte az országban. Viszontlátásra!